Litvai Imre és Benkő Balázs van a stúdióban, jó reggelt kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, szerintem mindenki számára egy stúdióban, a műsorvezetőnek, a vendégeknek, amikor egy olyan zenésztársról kell beszélni, akit elveszítettek. És hát én azt gondolom, hogy egyébként a tegnapi híreket joggal olvasta és figyelt oda mindenki erre, mert a 100 fok Celsius minden családban ott van. Hát igen, az a helyzet, hogy borzasztó, ami történt. De megtörtént, és megbeszéltük a többiekkel, Balázssal, hogy a Józsi, ha lát minket, már pedig lehet, biztos, hogy lát, nyilván, nagyon haragudna, ha mi most elkezdenénk itt szomorkodni. Egy életvidám ember volt, a nevetés. Szóval nekünk nem szabad most szomorkodni, úgyhogy nem is fogunk. Inkább arra emlékezünk, hogy vele milyen jó volt, és milyen marha jó történeteink vannak. Balázs, ha jól olvastam, akkor te mondtad azt így az utolsó napokban, hogy jártál bennála, és enni már nem nagyon akart, tehát úgy tűnt, hogy talán egy picit feladta, és azt mondtad róla, hogy ő egyszerűen nem tudott megbékélni ezzel a helyzettel, hogy ez vele megtörténhet, miközben világ életében ő volt az életcsászára. Mit jelentett az, hogy ő az életcsászára? Hogy élt? Az a helyzet, hogy Józsi, ha valamire megtanított minket, akkor az tényleg az, hogy az élet fontos, és egyébként, hogy csak vidáman lehet csinálni mindent. Ezért is beszéltünk meg azt, hogy nem kezdünk bele egy ilyen szomorkodásba, mert ennek semmi értelme nincs. Azért, ami a tegnapi sajtóban megjelent, azoknak a mondatoknak a jó részét nem mi mondtuk, ez egy nagyon érdekes. Ja, tényleg, amit idéztem tőled, az se tényleg volt. Mi is csodálkozva olvastuk egy dolgot. Igen, nagyon furcsálódtuk azokat a mondatokat. Az kétségtelenül igaz egyébként, hogy a Józsi tényleg nem tudott ebből. Tehát nagyjából februárban úgy tűnt, hogy kilábalunk ebből az egészből. És onnantól kezdve nagyon úgy érzem, vagy nagyon azt gondolom erről, hogy ő, ez egy saját döntés volt, hogy ő ezt így ebben a formában nem szeretne. Ugye a zenefogyasztóknak az mindig egy nehéz helyzet, hogy megítéljen valakit a színpadra, hogy ő vajon milyen ember lehet, amikor nézőként ott állunk, látjuk a színpadon a boldog zenészeket, kívülről fújjuk ugye a dalokat. Valójában ő tényleg az életben is ennyire jókedélyű, életvidám pasi volt, mint amennyire láttuk? Egyértelműen ilyen volt, és ez le is jött a színpadon. Biztos, vagy talán hallottál minket, tudod, hogy ő konferált, ő volt a frontember, kifejezést használja most mindenki, és az a vidámság, ami benne volt, az lejött a színpadon, de utána az öltözőben is ilyen, a mi utazásaink, amikor a koncertre utaztunk, azok nagyon jók voltak, néha jobb, mint a koncert, mert csak mi voltunk. És hát a turnék, gondolom, az valaki fölvette volna, akkor abban egy nagyon jó kis filmet lehetett volna csinálni, mert ez hatott át a Józsi egész légyét, hogy a vidámság. Itt pont olvasuk egyébként a hozzászólásokat a zenészek részéről, és ez például nekem sem volt meg, vagy nem emlékeztem arra, amit a Demi Rózsi kiírt, hogy 82-ben ugye a V-motorok turnéján ugye ti voltatok annó az előzenekar. Igen, ott nagyon sok kalandos történet, hogy sokat tanultunk a V-motoroktól. Mondjuk a Demi-től lehet. A V-motorokhoz alapvetően nekem annyira nem jön el 100 fok Celsius így hirtelenjében. De... Jóba voltunk, tehát valószínűleg azért választottak minket, akkor még fiatalok voltunk, nem voltunk nekik se konkurencia. Hasonlóan nem normális zenekar azért a 100 fok Celsius, mint amilyen a V-motorok volt, úgyhogy nagyon jól el voltunk együtt, de még egyet a kérdésedre, hogy milyen volt a Józsi. A Józsi most egy példával olyan volt, hogyha most ő jött volna be ide a stúdióba, egyrészt nem jött volna be, mert korán van, de ha mégis bejött volna, akkor már a Robi helyén ülne melletted. És nyomnál sor. Így van. És valószínűleg én meg nem tudnám visszautasítani a közeledését, úgyhogy Robi, neked annyi lenne. A ti barátságotok hogy kezdődött? Hát ez egy fészek történet, tehát ugye a fészek az egy nagy gyűjtő volt ebből, igen, a szempontból, és de hát ugye mindig minden a csajokról szólt, tehát hogy ez a barátság mi is. Mi meglepő a zenészeknél, igen. Már hogy akkor ezek szerint nem összevesztetek a nélkül, hanem békésen meg tudtátok beszélni a dolgokat. Igen. Ő egyébként kimondottan akkor egy ilyen barátkozós pasi volt. Mert ugye vannak olyan zenészek, akik tényleg jó pofák, helyesek, aranyosak, aztán amikor jönnek a rajongók, akkor hagyjatok békén, elég volt.
Barátkozós volt, igen. Volt egy nagyon nagy udvartartása, tehát egy nagy baráti köre, de bárki oda mehetett hozzá bármikor, úgyhogy beszélni. Mi, tudod, mi, ahogy már mondtam valahol, hogy mindig élőben játszunk, mert Józsi azt mondta, hogy a playbackre nekünk próbálni kell. Tehát, tehát soha ezért... Nem, még nem. Most meg már. Józsi mindig számon tartotta egyébként, hogy hány ezredik és hány századik koncert az, amit éppen játszanak, és hogy másoknak vannak olyan zenekarok, akiknek egyet se sikerült végén. Mi lesz a jövő, ha mondjuk a médiának én már nem hiszek, de ha jól olvastuk, akkor most azért van egy pici szünet az. Hát igen, most augusztusban nem játszunk, de nem is nagyon tudnánk játszani. Szóval mi itt vidámak vagyunk, mert egyedül intézzük a szomorúságot otthon magunkban. Valószínűleg játszunk tovább. Sajnos a Józsi már december óta nem tud játszani velünk, és a Heilig Gabi van a helyén, akivel azt beszéltük, hogy amíg meg nem gyógyul, a Józsi itt van. Hát most nem gyógyult meg, de ő még itt van. De ő marad is egyébként a zenekarban? Igen. Ő marad, és ő lesz a Józsi helyén, amit nem könnyű betölteni. Hogy most közvetlenül mi lesz, azt meg Balázs elmondja, hogy... Hát a nagy boldog asszony templomba fogjuk a Józsit lelki üdvéért tart Vence atya egy misét jövő hét csütörtök 11 órakor, és utána pedig eltemetjük Lempinka, mint szentem, oda, ahol az született. Édesanyja. Igen. Ahol ő született, és ugye neki ez is volt a kérése és a kívánsága. Érthető talán zenészeknél ez a kérdés, mert sokszor van rá egy gyakorlat a világsztárok esetében is, akik elmennek. Köszönöm. Hogy de nem csak, hogy valami fajta megemlékező koncert, emlékkoncert lesz-e? Biztos, hogy lesz, hát nem fogjuk kibírni. De ez még korai, mondjuk, erre beszélni. Most még mással foglalkozunk, most még ilyen csúnya teendőink vannak mással, de biztos, hogy fogunk róla emlékezni többször is, sok helyen. Szerintem az emberek nagy részében megvan az igény arra, hogy valahogy megemlékezhessenek. Valószínűleg a temetésre azért most elindulunk együtt csütörtökön az utolsó turnéra, amit mi úgy szoktuk hívni, hogy lenne alvásos. Hát neki lenne alvásos lesz. Hát egyébként olyan jó volt, hogy ezzel kezdted egyébként a beszélgetésünket, hogy biztos, hogy néz felülről, mert ez egy fontos dolog egyébként, hogy az ember ebben tényleg úgy higgyen, hogy ő köztetek itt fog maradni, vagy mindannyiunk között itt marad. Hát az ő hangulata, lelke, az mindig ott lesz közöttünk. Szóval tudod, ő konferált, most ez már rám hárult, meg a Heilig Gabira, de néha a szánkban jön az a mondat, amit a Józsi mondott, és az ilyen furcsa borzongás. Ha lehetne az ő részéről leszállítani, vagy toplistát, biztos nagyon nehéz egy zenész esetében, de ő mire volt, vagy milyen dalokra, számokra volt a legbüszkébb? Hát én azt hiszem a legbüszkébb az arra a számra volt, ami tulajdonképpen az ő lényét kifejezte, hogy lányok szívében lakom. De hát a Paf miatt ismerte mindenki őt talán kicsit jobban. És ott a gyerekektől a felnőttekig, mert hogy te még talán gyerekként hallgattad a Paffot, ugye? Gyorsan egy történet, szerintem ilyen 6 éves voltam, amikor a nagymamám elintézte, hogy születésnapom alkalmából bemondták a rádióban, hogy és akkor Balogh Juditnak boldog születésnapot kívánnak a Paffa bűvös sárkányan. Én még élet nem felejtem el, tehát nekem ennyire fontos a Paffa bűvös sárkány, tehát hogy életem első meghatározó élménye volt, hogy az a dal nekem szólt a rádióban. Szerintem a fél ország így van. Még ha nem is kapta ezt meg, tehát mindenki ismeri őt, mindenki szerette, arra beszéltünk a Balázsa, hogy nem nagyon volt haragosa, mindenkivel jóba volt. Igen. Veled is jóba volt. Mindenkivel jó. De még veled is jóba volt. Hát nagyon nagy köszönet érte, hogy eljöttetek hozzánk. Bármiben, hogyha úgy érzitek, hogy tudunk segíteni, tud az ATV segíteni, örömmel. Jó? Köszönjük szépen. Köszönjük jót. Csak azt ne kérd, hogy máshogy éljek, én már úgy sem